Szolnok Vasas a Tisza ligetben, és kezdjünk rögtön egy szabadrugással a 19. percben. Az angyalföldiek részéről Lázok készülődik. Ugye a Vasas csapat a tavasszal először a hétvégén szenvedett vereséget, és itt kapott egy gólt az ellenfél, Ferenci, akiről alaposan megfeledkeztek a szolnokiak. Nem volt nehéz dolga, megszerezte idei 11. gólját a Vasas támadója, és ezzel vezet is az angyalföldi együttes. Ez szemmel láthatóan nem esett jól a Szolnoknak, és folytatódtak a vendégrohamok. 27. perc, Ferenci második gólját szerezhette volna, de Mennyicsenko hatalmas bravúrral még kitolta a labdát szögletre. Nem akart éledezni a sereghajtó Szolnok, pedig ha úgy sikerült volna az ősz, ahogy a tavasz, akkor most nem lennének ennyire reménytelen helyzetben. Gyurovics és Szalai ütközése után Lisztes elé pattant a labda, ő meg rápörkölte, de nem talált utat a kapuba. 1-0 volt tehát a fél időben a Vasasnak, ez egy bődületesen nagy szolnoki hiba az 57. percben, és kimarad. Annyira meglepődött Ferenci, hogy gólpassz kapott, hogy nem tudta értékesíteni. 4 perccel később próbálkozik a Szolnok, de nem tudja kihozni a saját térfeléről sem. A nagy kedve játszó Lisztes lökete, és megint Mennyicsenko, aki a dolgát végzi. Aztán egy legurítás, jön az egyenlítés, nem jön. Nagyot védett Németh Gábor. A legurítás a szabadrugásból, aztán Fitos kapja és lövi el éles szögből, de nem változik az eredmény. 86. perc, Lisztes szabadrugása, senki nem ér hozzá, csak Mennyicsenko. Így marad az egygólos Vasas győzelem, az angyalföldiek a Zalaegerszeget fogadják a hétvégén, a Szolnok meg utazik az MTK-hoz kiesési derbire. Én úgy gondolom, az első fél időben abszolút nem szenvedtünk, nem szenvedve játszottunk az első fél időben. A második fél időben valóban mindent egy lapra feltéve a hazai csapat próbált az eredményen szépíteni. Annyira belementek ebbe az előre való játékba és mindenáron való egyenlítési lehetőségbe, hogy volt egy nagyon nagy lehetőség a Ferenci Pistának, egy rossz döntést hozott. Ha ott azt bátran végigviszi, akkor korábban eldőlhetett volna a mérkőzés. A csapat előtt adom le a kalappal, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem akart volna mindenki nyerni. Van ilyen mérkőzés, amikor nem jönnek össze a dolgok. A Vasasnak gratulálunk a eredményes tavaszához, mert tényleg lehet látni, hogy jól játszanak, és megértelmelik ezeket az eredményeket, nem kifutott eredmények. Bár ez azért azt gondolom, hogy döntetlen inkább igazságosabb lett volna.